Sziasztok, üdv mindenkinek, itt egy Robi, ez pedig itt egy Anikós blog videó, méghozzá az iChat e E350-ről lesz szó, egy kis késleltetéses videót szeretnék nektek bemutatni, vagyis azt szeretném bemutatni, hogy mennyire kicsi a késleltetési idő, hogyha elkezdünk kommunikálni az egyik rádióval, milyen hamar fogja azt a másik meghallani. Ez miért fontos? A rádiók az interneten keresztül tudnak kommunikálni, legyen az mobil adatforgalom, vagy esetlegesen wifi adatforgalom. Ebből kifolyólag a hálózat elérésének a sebessége fogja befolyásolni nekünk, hogy a másik fél milyen hamar hallja meg az adásunkat. A szerver Magyarországon van, tehát nem külföldre kell továbbítanunk az adatainkat. Ez is tud gyorsítani a kommunikáción. De nézzük meg, hogy így, hogyha négy gén van mind a két készülék itt a kezemben, akkor mennyire hamar tud elindulni egy PTT nyomásra a másik rádión a vett adás. Ennyi volt. Tehát benyomom a PTT gombot, és már meg is jelenik az adásom a másik készüléken, és kiírja az adó készüléknek az azonosítóját, jobban mondva a nick nevét. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es egy próba. Ez most jelen pillanatban 4 g történik, de átválthatom kisebb adatsebességű rendszerre is, legyen az 3G vagy 2G. A készülékek alap esetben automatikusan közlekednek a 2, 3 és 4G között, de hogyha igény van rá, akkor fixálni is lehet ezeket a funkciókat. Én most lemegyek a leglassabbra, és megnézzük, hogy városi körülmények között ez a 2G mennyi késleltetést mutat nekünk. Tehát átváltottam mind a két készüléket, fixen 2G-s adatforgalmon vannak, és megnézzük, hogy ennek a késleltetése mennyi időt vesz igénybe. Tehát benyomom PTT gombot. Itt már volt majdnem egy fél másodpercnyi és ez városi körülmények között. Tehát egy, egy hangyaszőrszálnyival esetlegesen lassabb, mint a 4G, de természetesen 1-es, 2-es, 3-as, 4-es Anikó teszt. Itt is tökéletesen működik mint halljátok, teljesen jól működik az átvitel. De nézzük meg, hogy működik a terepen, a 2G, egy négy tengelyes teherautóban, egy mély gödör alján. Na itt vagyunk a gödör alján, 2G-vel. Mint hallottátok, itt is tökéletes volt az átvitel, igaz pici zökkenő volt benne, de hát nem városban vagyunk, hanem külterületen. Úgyhogy a késleltetés az a hálózat sebességétől függ, de mind a két gén, mind a három gén, mind a négy gén természetesen ott a leggyorsabban tökéletesen tud működni az E350. Én voltam egy Robi, ez pedig egy anikós blog az az e 350 ről Sziasztok!